A Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre az önkormányzat támogatásával idén 7. alkalommal szervezte meg a város egyik legnagyobb önkéntes munkáját, a virágültetést május 16-án. A virágosítás 11 helyszínen zajlik. Ugye hála Istennek az évről évre egyre több helyszínünk van, egyre többen csatlakoznak hozzánk, közel most is ilyen 60-70 fő az, aki segíti a virágosítást. Ugye itt az erőket próbáltuk megosztani, mert közben zajlik a személyszedés is, de ez a 60-70 fő ez bőven el tudja látni ezt a feladatot. Tulajdonképpen ez úgy zajlik, hogy a helyszínek ugye föl vannak osztva csapatok között, ugye ez megvan, hogy melyik csapat melyik helyszínre fog menni, meg van beszélve ugye a kezdési idő, az jelen esetben 9 óra volt, és a kertésznél ugye Kracsán Lajosnál, ahonnan veszük, hogy egy helyi vállalkozónk, veszük a virágokat, már előtte több nappal ugye készül, és tulajdonképpen meg van címkézve, minden egyes helyszín össze van állítva, meg van tervezve, hogy milyen virágok lesznek ültetve, ez föl van címkézve, és az reggel 7:30-tól elkezdjük kiszállítani, tehát tulajdonképpen mire 9 órára megjelennek a segítőink, ugye a csapatok, addigra minden oda van készítve, a virágföld, a marhatrágya, a virág a helyszínre, és ezért is lehet látni azt, hogy tulajdonképpen pár óra alatt tulajdonképpen elkészült az egész munka. Közben ugye kaptak szendvicset, ásványvizet a csapatok, és hát így zajlik ez a dolog. Kora tavasztól tudom azt, hogy én tőlem vásárolják a virágosításhoz a növényeket. Igyekeztem olyan növényeket választani, válogatni, amik ennek a klímának, Kistarcsa földjének úgymond megfelelnek. Túl sok változás a tavalyihoz viszonyítva, annyiban nincs, hogy a növények nagyjából ugyanazok. Petunia, begónia, muskátlik, lobélia, főleg büdöske. Tehát ez a 4-5 növény az, ami itt Kistarcsán elbírja a klímát is és a talajt is, ezt próbáljuk variálni úgy, hogy dekoratív legyen, ügyes kezű lányok, fiatal emberek vannak, akik az ültetést végzik, jó ízléssel csinálják, hál' Istennek, tehát azt a szín kavalkádot, amit elvárunk ezektől a növényektől, azt ők itt hozni tudják. Hagyományosan a szemétszedést is ezen a napon tartják a városban, mely idén csatlakozott a TESZED elnevezésű országos mozgalomhoz. Én már 7. alkalommal rendeztük meg a városi szemétszedést. Több mindenben is változtattunk az elmúlt évekhez képest. Egyrészt csatlakoztunk az országos TESZED mozgalomhoz. Ennek keretében kaptunk zsákokat, kesztyűket, és olcsóbban tudjuk az összegyűjtött hulladékot elhelyezni a megfelelő gyűjtőhelyen. Valamint immár összekötöttük a rendezvényt a városi virágültetéssel, amit a Vállalkozók Baráti Köre szervezett, és akkor így egyszerre zajlott a két munka egymás mellett párhuzamban, és egy nap alatt nem csak kitakarítottuk, hanem fel is virágosítottuk a várost. Összesen körülbelül 1000-en vettek részt rajta, hogyha az iskolásokat is beleszámoljuk, hiszen tegnap az egész általános iskola szedte a városban a szemetet, az körülbelül 800 diákot jelent, és ma 200-250-en voltunk jelen a mai szombati programon, tehát bőven 1000 fölött volt a résztvevőknek a száma. Több helyszínen, összesen 12 helyszínen szedtük a szemetet, a virágültetés még ennél is több helyszínen zajlott a városban. A közel 4500 növény kiültetésében és a hulladékgyűjtésben a helyi civil szervezetek tagjai is részt vettek. A Pannonia Néptánc Együttes jelent meg ezen a rendezvényen, ezen a szervezésen. Igen, jelentős létszámmal, soha eddig nem tapasztalt létszám, körülbelül 40 fővel sikerült megjelennünk, 40 főt sikerült mozgósítanunk erre a mozgalomra. Melyik útszakasztokon, illetve melyik utcákban gyűjtenek önök? Hány utcán vannak túl, és mit tapasztalnak? Nekünk a Csigaháztól az Osanig terjedt a terület, amire kellett gyűjtenünk a szemeteket. Hát változó a tapasztalat. A két határút részen ott nagyon szemetes a környék, az összekötő utcákon, meg a kertvárosi részen ott sokkal kevesebb személy gyűlt össze. Satszom szerint, amit kaptunk zsákokat, az mind tele lesz, tehát ez körülbelül 10 zsák, amit összegyűjtöttünk. Ezen a területen a határút oldalával patkára kellett kivinnünk, és akkor ott gyűjtik majd össze autóval.
A Pannonia Néplánc Egyesület nevében vagyunk itt a civil szervezet miatt. Ugye a csoportban mondták, hogy kéne jönni, és hát virágot ültetni én mindig szerettem, úgyhogy ez szerintem egy nagyon jó ötleti az emberek, ugye szebbé teszik a várost. Mint évek óta már megszoktuk, idén is eljött a Kistarcsai Kulturális Egyesület is virágot ültetni. Mi itt a Simányi szobor környékén ültetünk, mert ezt érezzük leginkább magunkénak, mivel mi csináltuk a Simányi szobrot, de hát több civil szervezet is dolgozik itt mindenfelé. Mi egy kicsit csalódtunk, mert az Egyesületnél van sok közfoglalkoztatott ember, pontosabban diákok, akik közszolgálatot teljesítenek, és mindig kérik, hogy adjunk nekik valamilyen munkát. Most itt a lehetőség, és összesen ketten jöttek el a 25-ből. De meg fogjuk oldani, most elültetjük itt a virágokat a Simányi szobornál, és utána megyünk szemetet szedni a kikének kijelölt területre. Kistarcsa szebbétételében az idén 5 éves Fenyvesliget Egyesület 30 tagja is kivette a részét. A területünk az pár négyzetkilométer igazából, és egy nagyjából 10 utcából áll, és hát egy olyan közel 20 zsáknyi szemetet sikerült azért összegyűjtenünk. Reggel 9-kor gyülekeztünk, és nagyjából most ilyen dél környékére végeztünk a virágosítással és a szemétszedéssel is, mert hogy nálunk ez így csapatmunkába megy. Ilyenkor elindulunk a Szél Rózsa minden irányába, csapatokat alkotva, és közösen szoktuk ezt minden évben elintézni. Mióta vesznek részt ebben az akcióban, és miért tartják fontosnak? Hát ezt mi önállóan kezdtük, mi minden évben kétszer összejövünk minden Teszed Magad mozgalomtól függetlenül, és az idén sikerült először csatlakoznunk a Teszedhez. Tavaly is próbálkoztunk, de elég furcsa kikötések voltak, így mi magunktól megtartottuk az eseményt, de mondom, mivel mi évente kétszer amúgy is csinálunk ilyet, így ezzel nem szokott probléma lenni. Úgyhogy, és nagyjából ilyen, hát 5 éves az egyesületünk, de már előtte is szerveztünk ilyeneket, úgyhogy hivatalosan 5 éve biztosan egyesületi szinten végezzük ezt a dolgot. Az Eperjesi úti lakóközösség önálló kezdeményezésként már évekkel ezelőtt csatlakozott a városi rendezvényhez. Úgy kezdődött az egész dolog, hogy elkezdtük itt saját magunk megszervezni, hogy a ház körül a szemetet összeszedjük. Az első időszakban egészen a kórházig szedtük össze a szemetet. Ebben minden volt, tehát nem csak az, hogy a hulladékot, a háztartási szemetet, mert szelektív még akkor nem volt, hanem későbbiek folyamán mindent szedtünk össze. Megcsináltuk a gajazásokat, megcsináltunk olyan dolgokat, amit úgy gondoltuk, hogy a házunk körül fontos számunkra. És általában mindig a 40-50 fős csapat van. Most jelen pillanatban már ugye egy kicsit kifutóba vagyunk a virágültetéssel, meg a szemétszedéssel, de hát bekapcsolódtunk, most a 20-25 fő tudott részt venni, mert mindenkinek más egyéb elfoglaltsága is van. És természetesen minden évben, körülbelül 6-7 éve mi főzünk is. A Bandi bácsi, a Győr Bandi barátom, ő nagyon szeret főzni, és tud is, és a húst meg egyebet biztosítom én, és a fűszereket pedig ő szokta szája íze szerint csinálni. Nagyon meg vannak elégedve az emberek, nagyon szeretjük. Most jelen pillanatban az idén vaddisznóból készült gulyás levest csinálunk. Hogy elsősorban a vállalkozó baráti körének tagjainak szeretném megköszönni, hiszen velük hoztuk létre egyáltalán ugye többek között ezt az eseményt is itt Kistarcsán, ami most már hagyománnyá vált. Tehát őnek is mindenféleképpen szeretném, mert az, ugye az oroszlán részét a tagdíjukkal, az adományaikkal, a segítségükkel ők vállalták be, illetve az önkormányzatnak is szeretném megköszönni ugye ezt a nagyon jó együttműködést, ami most már egy éve zajlik, hiszen enélkül szintén nem működne, és itt a Kivű Kft-nek is nagyon nagy segítsége volt abban, hiszen ők segítenek kihordani a virágokat, készítik az ágyásokat, ilyenkor a locsolóvizet ők hordják, úgyhogy nekik is szeretném külön megköszönni ezt az áldozatos munkájukat. A szemétszedés kapcsán ugye támogatunk egyrészt a Teszen mozgalom volt, másrészt pedig az önkormányzat, aki az ellátmány biztosította a rántott húsos szendvicsek és ásványvizek formájában. A virágültetésnél pedig gondolom már a baráti kör elnöke elmondta,
de ismét azért szeretném elmondani, hogy ott a virágoknak a felét a vállalkozók vették meg, a másik felét pedig az önkormányzat. Nagyon sok csapat vett részt a munkában, az ő nevüket majd a cikkben, az újságban meg is fogjuk jelentetni. Itt most azért nem sorolnám őket, mert hogyha most papírról kéne sorolnom, mert ha egy-egy valakit kihagyok, akkor én azt nagyon sajnálnám, de annyit el lehet mondani összességében, hogy nagyrészt a helyi civil és kulturális szervezetek vettek részt rajta, de részt vettek rajta pártok is, illetve egyéni személyek is.